Puffnál, Tom Zinell pedig a Johanna. Most Boros Halilali Papin és Ranzoron van a választás lehetősége. Ugye meglepetések most nincsenek, hogy milyen karakterek fognak harcolni. Maximum az, hogy ki mivel fog jönni. Amit már láthattunk, hogy azért, ha követtétek a selejtezőket és az elődöntőt, akkor így már valamilyen szinten ki lehet találni, hogy melyik személyhez lesz kötve. És 5, 4, 3, 2, 1 indul az első mérkőzés a Sky Temple pályán. Ugye itt a szabályzatot leírja nekünk a játék, hogy el kell őket tartani, és akkor ránk támadnak ezek az egyiptomi, most nem fog eszembe jutni milyen kutyák, amik védik a tornyokat, a templom tornyokat. És a lényeg az, hogy két tűz közé kerülhet a játékos. Ugye vannak a templomőrök, amik megtámadják azt a játékost, aki foglalja a templomot, és vannak ugye az ellenséges csapat tagjai, akik jönni fognak segíteni. Ugye a pályán véletlenszerű időközönként és véletlenszerű sorrendben, nem teljesen véletlenszerű, de valamilyen szinten azért kiszámítható, de minden esetre maradjunk abban, hogy véletlenszerűen jelennek meg a templomok és aktiválódnak. Ennek megfelelően a csapatok majd kénytelenek lesznek elosztani az erejüket, és nem mindig egy templomra menni, hanem esetleg kettőre, ami majd érdekes lehet. Ugye a jobb oldalon láthatjuk a piros csapat tagjait, a Surprise for You-t, és bal oldalon a nem tudom ott, és jelenleg úgy tűnik, hogy 3-2-es arányban mennek, illetve most csak egy csapatot látunk, ezt szándékosan állítottad így? Nem. Ja, megnézzük, hogy mi a fanc történt. Hogy? És vissza is csináljuk abban a pillanatban. Úgy nézem, hogy valaki beleköpött a levesünkbe. Igen, piszkálták a gépet, és ráadásul nem is az a kezelőfelület van, ami nekünk kellene. Ez most elég szomorú több szempontból. Minden esetre a játékot megpróbáljuk kezelni. Igen, közben ugye a játékosok ugye azért felsorakoztak a léneken. Tomzéknál ugye a fönti lénen hárman kezdték el támadni a lényt, meg eközben megpróbálom visszatenni azt, amit igenis sikerült is. Még váltunk egy szint. Akkor rendben. Tehát ugye balról jobbra és jobbról balra megy a játék. Itt most fent harcol Anubarak, Uther, Sylvanas a Surprise for You részéről, illetve a Witch Doctor, Nazibu, Malfurion és Muradin. Úgy néz ki, hogy Sylvanas sikerült elkapni a Nazibunak, de sikerült Sylvanasnak kimenekülni, amit már említettünk korábban, hogy ő az egyik, amelyik ki tud ugrani ezekből a támadásokból. És jelenleg megjelentek a templomok, 7 másodperc múlva aktiválódik a felső és a középső. A játékosoknak el kell dönteni, hogy melyikre mennek. És amit láthatunk, hogy Muradin felmegy és foglalja egyedül, középen viszont a Surprise for You az, amelyik, ha minden igaz, foglalja. Így van, Prius, illetve Ranzor van középen, és Tomzi jött ugye őket piszkálni. Az is lehet egyébként, hogy meg kéne állítanunk egy kicsit, amíg ezt meg tudjuk csinálni. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy ez. Az a helyzet, hogy igen, úgy néz ki, hogy eléggé technikai problémákkal küzdünk, és elég nehéz. Hopp, sikerült végre, mind a két oldalt láthatjuk. Most már nem lesz gond, akkor elnézést kérünk a kellemetlenségekért. Most Johanna megpróbált bemenni oda, középre, és támadni a templomot. Ugye fent sikerült a nem tudom csapatnak jobban elvinni a templomot, míg középen egyelőre
talán a Surprise for You járt jobban, igen, ők jobban lerombolták az ellenség bázisát. Ugye, ha elfoglaljuk a templomot, akkor a legközelebbi épületeket kezdi el lőni, ami jelen van, és ennek megfelelően megy a játék. Ugye a karaktereknek nem muszáj visszamenni, ha elfogynak életből és manából. Vannak a bejáratnál kutak, amit hogyha használnak, akkor 100 másodpercig nem használhatnak újra, de addig ideiglenesen feltölti a manájukat és az életerejüket. Lent Conti ugye is, Takesho az, aki ugye fölvette itt a harci szerepet. Contiéknál jön is le mindjárt egy Siege Camp, amit el is indítottak, illetve most már Tomziék fönn Fanával ketten hozzák el ugye a nagyobb campet. Ezek ugye a zsoldosok, amiket, hogyha elfoglalnak a játékosok, akkor nem úgy van, hogy ilyen plusz erőt adnak, mint más MOBA játékokban, hanem itt a szolgálatodban jönnek, és elindulnak a legközelebbi vonalon harcolni a te kedvedért, és ezzel úgy lehet támadni, hogy ott se vagy, tehát lényegében segítenek ostromolni. Nézd meg egyébként, hogyha megnézzük most ugye a játékállását, akkor nagyjából fej-fej mellett halad mind a két csapat XP-be, ugye még killekről nem beszélhetünk, még nem történtek meg, ami ugye óvatos játékra. Óvatos, nagyon-nagyon defenzív oldal, igazából mind a kettő nagyon defenzív játékot játszik. És megjelent egy újabb templom. 3 másodperc múlva ugye ami aktivizálódni is fog, illetve innentől kezdve már el is vihető. Ugye itt most csak a legalsó templom az, ami működik, tehát várhatóan nagyobb seregek fognak ide érkezni, de egyelőre még csak a nem tudom uralja a templomot. A Surprise for You pedig csak próbálja távol tartani maguktól a kellemetlen játékosokat. Ja, Muradin az, aki ugye tankolja len a templomnál ugye az adott mobokat, illetve Prius, illetve Conti az, aki ugye most elkezdett harcolni a fortért, hogy megtartsák. Még ugye az alsó lénen ugye a Surprise for You fortja le is omlott, hála a templomnak. Ugye ez rengeteg XP előnyt jelent a nem tudom csapatnak, és eléggé védekeznie kell a Surprise for You-nak, és megállították a játékot. Valami technikai probléma van. És Fanának újra kell indítani a számítógépet, amit ugye most meg kell várnunk. Hát ezek a dolgok azok, amitől szerintem mindenki tart és fél. Igen. Hogy csinál egy ilyen hasonló bajnokságot, illetve versenyt. Ugye hát vannak dolgok, ugye, amik megtörténhetnek. Sajnos ezeket az ember próbálja kiküszöbölni folyamatosan, és többé-kevésbé ugye ez össze szokott jönni, illetve sikerülni szokott. Ha esetleg most tudsz állítani valamit, akkor lehet, hogy az most egy most akkor lehetőség lehetőségekkel, számunkra. Hogy beállítsuk és rendesen. Addig én mesélek a játékról egy kicsit bővebben. Ugye ez a játék, ez eredetileg a Dota 2 is lehetett volna, hogyha a Blizzard időben lép. Elég macerás volt az élete ennek a játéknak. Ugyanis alapvetően a Warcraft 3-ot ugye a Blizzard készített, a Blizzard készítette a Warcraft 3-at, és annak volt ugye az első módja, a Dota, vagy első, nem első, de az hasonló stílusban készülő első módja, a Dota, és úgy voltak a Blizzardnál, hogy majd jön a Starcraft 2, majd ahhoz is megcsinálnak egy ilyen Dota módot, és akkor majd ugyanúgy virágozni fog majd a Starcraft 2, vagy a Warcraft 3 virágzott, ennek a módnak hála. Aztán az eredeti mód készítő azt mondta, hogy jó, ő elmegy a Wolfhoz, ugye akiké a Steam, és ott megcsinálja a Dota 2-t. Na, akkor jöttek nagy pereskedések, ugye az Activision Blizzardnak nem nagyon tetszett ez a dolog, hogy hirtelen elvesztették a Dota 2 címet, és így nagyban okoskodtak, végül is békésen megegyeztek, és eldöntötték, hogy hozni fogják a Blizzard All-Stars nevezetű játékot, ami később ugye a Heroes of the Storm néven lett a befutó, és itt folyamatos frissítésekkel ugye kaphatjuk a
Blizzard univerzumhoz köthető hősöket. És ugye tavaly év volt az, amikor ugye először kijött ugye az alfa játék, és játszhatóvá vált a játék, ugye a nagy közönség számára is. Igen. A tavalyi év augusztusától, hogyha jól mondom, akkor nyíltak meg korábban, az... korábban is lehetett már vele játszani. Szani, így van, ugye aki sikerült ugye alfa kulcsot szerezni, az ugye a mai napig játszhatott, és ugye az ottani hősöket, akik megszerezték, azok tovább vihették ugye a játék megjelenésekor is. Ezzel köszönve meg nekik ugye a munkát, illetve a sok bugot, ugye, amit felfedeztek a játékosok, illetve a fórumokon ugye közöltek ugye a fejlesztőkkel. A lényeg az ugye, hogy egy folyamatosan fejlődő játékról van szó, tehát minden hónapban több új hős várható. Hamarosan érkezik egy újabb Diablós karakter, ugyanis most Diablós hetek vannak lényegében. Ha valaki Diabló fan, akkor most megtalálhatja a számításait. Nemrég érkezett ugye Johanna a játékba, aki szintén a Diablo univerzumból lépett elő, és jött az Eternal Conflict nevezetű pályával együtt Butcher is, aki szintén egy Diablo főgonosz, az első és a harmadik részben jelent meg. Ez a Butcher, ez ráadásul egy elég kis erőske karakter lett, bár könnyen szétszedhető, de ha valakit kinéz magának, azt általában felfalja. És reméljük, hogy amúgy hamarosan fanának is sikerül újra visszacsatlakozni a játékba, és folytathatni fogjuk ezt a... Ugye, mikor játszották az elődöntőt, pont ugye a Samurai Pizza 2, és nem tudom. Igen. És akkor jött be ugye Magyarországra ez a nagy vihar, ami ugye vörös riasztást is kapott, akkor is egy hasonló probléma volt, csak ugye másokból kifolyólag. És akkor se tudtuk lejátszani így van, és akkor a is, ugye... mérkőzést, amit tegnap lett bepótolva. A vihar elmosta a vihar a hősei című játékot, és így elég szomorú lett annak a elődöntő meccsnek a vége. Reméljük, hogy most a technikai problémákból most már kaptunk eleget. Most már remélem, hogy minden. És innestől most már tényleg minden simán fog megy. Menni. Még annyit ugye elmondhatunk erről a mapról még így nagy vonalakban, ugye, hogy a top, illetve mid lane közötti részen található, hát nem is tudom, még egy kis jungle-szerűség, ugye, ahol a játékosok különböző sövényekbe rejtőzhetnek el, ez ugyanúgy működik akár a League of Legends-be is, itt viszont ugye ugyanúgy vannak táborok, és annak legyőzésükért ugye nem a bónusz XP is jár, de nem különösebb képen ugye pénzérőjük meg, hanem azért, mert hogyha legyőzzük őket, ugye akkor az mi oldalunkra pártolnak, és segítik ugye az adott lénynek a pusholását. Mind a két lény között megtalálható ez, itt középen található egy boss, aminek sokkal nagyobb az életereje, illetve különleges képességek is jellemzik. Ezt majd szerintem úgy is fogjuk látni, szerintem a játék során. És ezen a pályán nagyon veszélyes a boss, ha nem elég, hogy ugye a boss az egy nagyon erős, hát ilyen nem játékos karakter a játékban, hogyha ezt legyőzik, akkor örülhetnek, mert a másik csapat nagyon jól tud meglepetés támadással jönni arra a csapatra, amelyik éppen bosszozik, és így lehet, hogy mondjuk például akkor a kék csapat elkezdi foglalni a bosszt, és a piros csapat jön és elviszi helyette, és ez a boss a lenti vonalon indul el nagyon szépen, és megállíthatatlanul tök előre, ami nagy probléma lesz, főleg akkor, hogyha úgy alakul, hogy pont megjelennek a templomok is, amit el lehet foglalni. Közben itt a többiek már írják, hogy egy másodperc, és hamarosan indulunk, és Fana elvesztette a connection, tehát a kapcsolatot, ami megint csak nagyon jól hangzik. Egy pár perc kiesést eredményez, de most már rajta vannak, és ugye írják a játékosok is, hogy most már nem tart sokáig, és igyekeznek visszacsatlakozni a játékba. Ugye ez a boss nagyon sokszor ugye meg szokta viccelni a játékot, illetve vannak olyan játékok is, ugye, amikor sokkal nagyobb előnyben részesül az egyik csapat,
illetve sokkal nagyobb az erőfölényük, nekik mégis ugye az ellenséges csapatnak egy furfangos módszerrel sikerül nekik elhozniuk. Nagyon sok kis ilyen kis fél videó van fönn az interneten, amiben vannak ilyen úgymond bakik. Aki ismeri a játékot, akkor az szerintem még láthatott is ilyeneket, hogyha tud róla, hogyha nem, és mégis játszik a játékkal, annak mindenféleképpen érdemes megnézni különböző videó megosztó portálokon ezeket a kis videókat, tényleg nagyon kis viccesek, hogy az emberek miket tudnak úgy bebakizni, amit igazából nem lett volna szabad és teljesen egyértelmű. Amúgy ezen a térképen, amit most látunk, rengeteg búvóhely van, ahol meglepetés támadásokat lehet intézni, itt ilyen kis bokrocskák, illetve falak mögött elbújni, és nem mellesleg a pálya közepén, tetején inkább van egy Watchtower, ami megint csak a Heroes of the Stormnak az egyik érdekessége, amit hogyha elfoglalnak, akkor belátható egy bizonyos körben a terület. 10 percet ír a Reconnect, nagyon jó. Nagyon gyors a visszacsatlakozási rendszer, úgy tűnik. Addig azért beszéltünk ugye arról is, amik ugye eddig látottak, vagy nem lehetett látni. Nekünk is volt egy kis technikai bakink, technikai kis tüskék. Amik ugye most látható az az, hogy és én mutatom is, ugye level 8, ugye a illetve level 9-es, így most már oké, és a Tomziék csapata, még ugye a Surprise for You, ugye level 8, így ugye a szintelőny most már ugye a nem tudom csapatát erősíti, és itt láthatóak azok a talentek, azok a képességek, talentek igazából, amik ugye a képességeket erősítik, befolyásolják különböző módokon. Ha Muradin megnézzük, ugye akkor már is elsőnek kivett egy olyat, hogy a attack speedet redukálja 50%-kal 3 másodpercig, ami igazság szerint Tyrellnek, illetve Anubaraknak lehet még gondja ebből, lévén, hogy ők jobban rá vannak szorulva az autó attack képességére. Igen, ez mondjuk talán nekem egy kicsit furcsa, mert én ha mondjuk egy balla lenne az elleni csapatban, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy hasznosabb, de biztos, hogy megvan erre az indok. Nasszernek az oka. A második az az, hogy ugyanez a képesség, ugye most már területre, illetve létrehoz egy úgymond egy ilyen fieldet, egy mezőt, ami 25%-kal lassítja a hősöket, 2,5 másodpercre. Rendben. Az a helyzet, hogy itt megkaptuk az információt, hogy a Heroes of the Storm.eu jóvoltából kisorsolásra fog kerülni néhány plakát, a Heroes of the Stormos plakátok, elég jó minőségűek és jó nagyok is, amik itt vannak mellettünk igazából, és egy ilyen kis quiz keretein belül ezt át fogjuk adni nektek, ugye az itt nézőknek, sajnos ugye ezt a stream nézők nem... 3-4 darabot? 3-4 darabot. 3-4 darabot, így van, sajnos ugye a stream nézők ebben nem lesznek részesülve. De akik itt vannak, akik itt vannak élőben, azok hazavihetnek egy ilyet, szerintem nagyon jól néz ki, és tényleg szép. Jól ki van dolgozva. Esetleg megtudjuk, hogy ezt most ki fogja levezetni? Mi fogjuk levezetni, jó, és ugye annyit kérek, ugye a Heroes of the Storm.eu-nak ugye a stábja, a csapata, a kemény magja, ugye akik fejlesztik az oldalt, és itt vannak velünk, ugye a Péterék jóvoltából, és hogyha azt hiszem, ők csináltak is egy ilyen kis quiz kérdéssort. Igen, van neki quiz kérdés. Ha azt megkaphatnánk, akkor mi ezt fel is konferáljuk ide, úgyhogy ha esetleg itt vagy Peti, akkor légy szíves, hozd ide ezeket a quiz kérdéseket, hogy fel tudjuk tenni a közönségnek, és így elérhetővé válik nekik ugye a nyeremények. Illetve, hogy segítsen kiválasztani azt, hogy ki az, aki helyesen válaszol. Így van, ki az, aki helyesen válaszol, illetve, hogyha esetleg több ember tudja, akkor ki az, aki ugye elsőnek jelzi azt, hogy tudja rá a helyes választ. Ha megkérnénk Petit, hogy fáradjon ide, amíg ezt nem tette meg, már ha itt van. Szerintem itt van, csak nem figyel. De nincs, de itt van, és csak szerintem nem figyel. Szerintem skandáljuk együtt Petinek a nevét, hogy jöjjön ide. Ide, így van, és meg is Peti. Érkezett. Peti végre nagy tapsot neki. Ő fogja a quiz kérdéseket
megmondani nekünk, amit mi felkonferálunk, így van, a plakátok kisorsolása érdekében, úgyhogy Péter lesz ugye most itt a segítő kis kollégánk, aki ezt megoldja, ezt a szituációt. Összehoztak egy pár kérdéses kis kvízt, és meg is mutatjuk igazából, a föláll Abidosz, megmutatja a plakátokat, így néznek ki, amiket ugye haza is vihettek. Kellemes nyomda illata van. Még én friss, ropog és meleg. Igen. Úgyhogy az első kérdés az az, hogy ki az új hős a játékban, azaz ki érkezett legutoljára, aki játszható már most. Mostanig már játszható karakter, tehát ki az, aki... Ott elől az... int valaki. Elől, kérdezd meg van, tőle, és hogyha... Ha jól válaszol, akkor megkapja. Esetleg a fiatal embernek a nevét, ha megtudhatjuk. Sikerült neki, a helyes válasz Butcher volt. Így van, amit meg is mondott a fiatal ember, egy nagy tapsot neki szerintem megérdemli. Az első kérdésnek a győztese. Jó, akkor jöhet a következő. A második kérdés pedig, mi az új pályán a fő feladat? Tehát mi az objektív, hogyha lehetek ilyen formális? Mi az, amit kell tenni? Ott egy úr jelentkezik, Peti. És Peti már is szalad. Igen, ő az, aki fölállt, így van, és hogyha helyesen válaszol, ott az úriember, akkor el is viheti ezt a remek kis plakátot. És hogy szerintem megmutathatjuk a stream nézőknek is, hogy miről van szó. Hát itt a hátunk mögött is az van amúgy. Tehát... Igen, de egy ilyen, mindjárt megpróbálom úgy üzélni, hogy jó legyen. Egy kétperces delay van egyébként a streamről, szerintem látható. Meglátjuk, hogy... Ezekről a plakátokról lenne szó. Petinél is van mikrofon, tehát elméletileg tudja segíteni dolgot. Így van. És hogyha sikerül aktiválni, akkor már is tudni fogjuk. Nem működik? Na, próba 1-2, sikerült neki. Egy nevet szeretnénk hallani. Hali Béla vagyok. Szia, üdvözlünk. Nagy tapsot neki. Az új pálya az Immortal Conflict, és az a küldetés, hogy a hősök az immortálokat segítsék a másik legyőzésében. Így van, pontosan. Helyes a válasz, úgyhogy tied lett ugye a második plakát, ami kisorsolásra kerül. Sikerült is. Egy képet még ugye sikerült még lőniük is ugye a fotósoknak. És ugye a harmadik kérdés, Peti már szalad is vissza, ez egy jó edzést lesz neki. Szerintem fel is szerintem is hagyd itt nekem, majd felhívom az édesanyukád. Azt mondja, milyen képesség változtatást kapott Sylvanas? Ez egy nehezebb kérdés. És itt van ugye a másik plakát, ami kisorsolásra került. Tehát még egyszer felolvasom, milyen képesség változtatást kapott Sylvanas az előző patch-el, ugye, ami most életbe lépett. Ez egy kicsit nehezebb tényleg. Ott valaki nagyon, elől integet valaki, ha jól látom, úgy van. Egy hölgyről van szó, ha jól látom. Az ultián több charge van a possession-en. És a másik ultiának a damage-ét csökkent. Így van. Pontosan. Elfogadjuk a helyes választ, övé lett ugye a harmadik plakát, na, még egyszer a nevedet és egy naptapsot neki. Bogi vagyok. Ez nagyon nehéz kérdés volt, szóval tényleg. Tényleg gratulálunk a válaszért, ez tényleg egy ilyen kis beugratós kérdés volt. Sikerült két tornyot bezúzniuk ugye a Nem Tudom csapatának, és Téksó, azaz Tyrell-el most érkezett vissza, aki a Siege Camp felé orientálódik. Ugye még nagyobb harcba keveredett fönn, 3v1-be ugye, falsztat Conti személyébe, ott is elhozzák a két tornyot. Lent ráadásul megjelent a templom, amit jelenleg nem tudom, hogy ki ural. Hú, Rancor is, és Conti is nagyon kevés élettel vonul vissza. Jaina közben minden szorította vissza Malfurion-t. És a templom... Hallul pedig ugye, mint az előző bakik alatt, és ugye Muradin tankolja egyedül, illetve van azért meg ugye pusolja vissza ugye a lényt. Takeshó érkezik középre. És
Fana úgy gondolta, hogy esetleg oda teleportálhatott, de nem. Így csak a kardját a Surprise for You kicsit késve, de megérkezik ugye alulra, ahol csak kettő. És lehet, hogy el fogják kapni Muradint, mert nagyon kevés élete van. Most épp Anubarakon lenne a hangsúly, aki el tudná kapni, de nem. Úgy néz ki, hogy megérkezett Tom Z időben, és Johannával ellehetetlenítette a mozgását a Surprise for You-nak, és elesett Jaina fönt, és Uther-rel együtt. Jaina, illetve Uther. Ilyenkor Uthernek a Surprise for You csapatából. Ilyenkor Uthert láthatjuk már... ilyen kis aranyba, bocsánat, hogy körbe szólok. Ilyenkor nem képes támadni Uther, halálán van, de még tudja gyógyítani egy rövid ideig a csapattársait. Ugye most már ugye mind szint, illetve most ember előnybe is kerültek egy kicsit. Így azért a középső fortnak az elvesztése nem lesz nagy előnyükre a Surprise for You csapatának. Eközben Falstad folyamatosan fennpusol, és be is nyomt a top lane. Szóval ez elképesztő, amit a nem tudom csapata produkál. Jelenleg nem tud lépést tartani a Surprise for You a nem tudommal szemben. Ez a Jaina Uther kiesés, ez nagyon-nagyon rosszul jött nekik. Ezt kegyetlenül kihasználta a nem tudom. Hát gyakorlatilag ugye azzal mentek el, illetve azzal a fortokkal, amiket sikerült nekik bezúzniuk, ugye míg a Surprise for You egyetlen egy fortot sem sikerült a három lényről elhozni az ellenséges csapatból, így azért két szintes hátránnyal kell megbirkózniuk, és azt veszem észre, hogy taktikai szempontból most már, illetve elgondolásból, mint hogyha most már sokkal jobban együtt mozognának. Igen, mert megvan a 10-es szint. Nem ugye, is nagyon akarnak szétválni. Ugye a legfontosabb szint a játékban van, a 10-es. Ilyenkor válhatóan elérhetővé válnak ugye maga az ulti képesség, a heroic ability. Uthernél azt láthatjuk, hogy Divine Shield-et rakta ki a csapatára. Anubarak bajban van, nem tudom, hogy el tud-e menekülni, próbálkozik. Divine Shield van rajta, Uther segített rá neki, de nem sikerült túlélni. A Take Show lesz a következő áldozat. Sylvanas is elesett. Jaina próbál menekülni Tom Z unikornisa elől, és nem fog neki sikerülni. Johanna, ha visszarántja, akkor teljes mértékben a karmaiban lesz a nem tudom csapatának, de nem sikerült elérnie a falat. És azt sem vegyük ugye most már figyelmen kívül, hogy mind a két templom alul, illetve föl is ugye aktivizálódott, amit még egyik csapat sem hoz el. Úgy néz ki, hogy fentre megy Anubarak. Így van, fentre megy Anubarak, legalábbis oda készülődik, és ugye a csapata most jön vissza, ugye mindenről a bázisról próbálják fölkísérni. Tom Z csatlakozik Contihoz top lane-en, és úgy néz ki, hogy egy 4v2-es felállás kezd kialakulóba lenni, hogyha esetleg most tudnának ugye a Surprise for You indítani egy gyors akciót, és de sajnos... És nem sikerült elkapni Tom Z-t, berakta az Unstoppable képességét Johanna, ilyenkor nem lehet lelassítani, vagy megállítani, és még pajzsot is kap, és ez a képesség elég sűrűn újra termelődik, és kevés modába került, tehát ezért Johanna az egyik legmegállíthatatlanabb karakter jelenleg a játékban. Ugye most egy 5v4-es felállás alakult ki, illetve a két szint hátránnyal küzdnek éppen most ugye a Surprise for You csapata. Már nem tudom csapatához képest. Eközben felsorakoztak midlénen, és mintha akár képig szeretnének elmenni a nem tudom csapata. Muradin botlénről érkezik föl midlénre. Eközben a Surprise for You elhoz egy kempet, de Johanna akciója állítja meg ebben őket. És úgy látom, hogy most... Sylvanas próbálkozott egy ultival megállítani a nem tudom ott, valaki, úgy látom, hogy Takeshō ott pusztult meg, Anubarakkal, Jainával egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a nem tudom csapatával. A jelenlegi állás ugye 9-0 a nem tudom csapat javára, és most már ugye a háromszintes előny, így most már endgame fele azért az már húzós. Tehát ez már mondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon észnél kell lenni, és tényleg mindent bele kell adniuk a játékosonnak abba, hogy esetleg is el tudjanak hozni egy jó teamfightot. Most már sokkal több ilyenben lesz részesünk, és... Amit ugye láthatunk, itt ezt a lenti tornyot már megtámadta a templommal, a nem tudom csapata, ha azt elveszíti,
a Surprise for You nem lesz védelme a core-ig, amit védeniük kell, ráadásul erősebb minionok fognak érkezni azzal a toronnyal, vagy építménnyel egy vonalban, erőddel egy vonalban. Tehát mindenféleképp harcolniuk kell azért a keepért, hogy megtartsák, és ne kerüljenek hatalmas nagy hátrányba. Conté belépték ugye a 16-os szintet, amivel szintén megint csak talent előnyhöz jutottak, és úgy nézem, hogy Johannát sikerült volna elkapni, csak ugye unstoppable módban kifutott onnan, és gyakorlatilag bevezette őket egy szűk szorosba, ahol az összes ultit megkapják ugye a Surprise for You csapat tagjai. És nem tudnak mit csinálni, és még a boss is őket támadja. Hullanak a Surprise for You-nál, mint a legyek. És amit mondtam, hogy nagyon jól tudják használni Nazibut a nem tudom csapatnál, én abszolút annak lettem volna híve, hogy ki kellett volna zárniuk a játékból, mert hatalmas nagy taktikai előnyt jelent a nem tudomnak az a Nazibu, aki befogja az áldozatait, és azoknak teljes mértékben kampón. Ugye azt se felejtsük el, hogy a Zeratul taktikájuk is, tehát a Zeratul alapozott játékstílusok is nagyon erős ugye a nem tudom csapatának. Ugye míg erre a mapra akár hozhattak volna egy Lost Vikings mondjuk a Surprise for You csapata, ugyanis ugye már láttuk azt, hogy a Vikinggel mit tudnak ugye produkálni ők. Igen, és egy ilyen lénen szerintem ugye az az XP, amit most elvesztenek, szerintem az talán a Vikingekkel behozhatóbb lett volna. A legnagyobb erőssége szerintem a nem tudomnak, azon kívül, hogy ugye jól használják a hősöket, az, hogy nagyon jól gyűjtik az XP-t. Tehát mindig XP előnybe, tehát tapasztalati pont előnybe kerülnek az másik csapattal szemben. Itt most ez 4 darab szint, hanem 5 lassan, és ez brutális nagy előny. Tehát nem csak erőfölény, hanem képességbeli fölény is, ami... Amit furcsálok igazából, és szerintem ami probléma lehet egyébként a Surprise for You csapatában az az, hogy valahogy a fókusz nagyon megoszlik, nem tudnak egy helyre olyan összpontosítást csinálni, amivel sikeresen ki tudnák venni ugye a kulcsfigurákat ugye a nem tudom csapatából. És ha megnézzük ugye a teamfightok alatt is, egyszerűen senkinek nem megy le az élete, és hogyha le is megy, akkor gyakorlatilag az egész csapat sebződik maximum fél HP-ig, és miközben ugye a Surprise for You csapata meg teljesen megsemmisül. Abszolút. Hát amit láthatunk a végén is, Nazibu elkapta Utert, magára rakta a Divine Shield-et, és semmit nem ért vele. Egyszerűen annyi ideig fogva volt a Nazibu hát élő kerítésébe, vagy zombi kerítésébe, amíg lényegében már lement róla a pajzs, és megpusztult. Van még a végére, várjuk egy kis statisztikákat, ugye láthatjuk azt, hogy ki mennyi hero damage-et osztott ki, illetve a siege damage-t, a rollokat, ki mennyit healert, illetve hogy mennyi sebzést fogott fel, ugye ez a új patch-el jött be. Igen, a warrioroknál található meg ez az érték, hogy ő mennyi sebzést fogott fel, amit ugye a csapata nem szenvedett el jó formán, tehát gyakorlatilag mennyit sebződött. Ez egy kicsit ilyen ellentmondásos, mert mondhatjuk azt is, hogy az se jó, hogyha valaki nagyon sokat sebződik egy adott harc alatt, az nem biztos, hogy előnyös, hát, de... Ha nem más kapja azt a sebzést, hanem a tank, akkor azért az beteljesíti az a tank a feladatát. Jobban meglátszik. 16-0 lett igazából a végeredmény, ugye... Brutális. Killek szempontjából nem sajnálták igazából a Surprise for You csapatát, és látszik, hogy beleadtak mindent. Még van igazából szépítésre való esélyük ugye a Surprise for You-nak, és hogyha kicsit jobban felébrednek, akkor lehet, hogy még láthatunk izgalmas mérkőzést. Ha megnézzük és visszatekintünk az előzőekre, akkor azt vehetjük észre, hogy nagyjából a 10-es szintig fej-fej mellett állt mind a két csapat. Igen, nagyon szépen osztották be a játékosaikat, illetve nagyon szépen pozícionált mindenki, nagyon kilekesen jutott semmelyik se, és amint meglett, hogy ez a mágikus ulti, ez a nagyszerű képesség, mint hogyha szétomlott volna ott a... Pontosan, és csak nézd meg, Fastadot egyedül annyi XP-t, vagyis tapasztalati pontot gyűjtött, mint hát 3 kevesebb XP-t gyűjtött Surprise for You játékos. Így van, tehát együtt. Tehát nagyon brutális az, ahogyan tudja a nem tudom csapata gyűjteni a tapasztalati pontokat. Ugye a tapasztalati pontot többféle módon lehet a játékban gyűjteni.
Az egyik ugye alap, amikor jönnek a minionok, amik ugye elérnek a pálya egy bizonyos szakaszára, akkor összecsapnak a másik, ugyanabban az időközben elindított minionokkal, és hogyha azok körül állunk, akkor ugye megkapjuk az XP-t. Ez az egyik legfontosabb XP-gyűjtő tevékenység, ezért szokott mindig valaki, legalább egy valaki egy darab lénen elhelyezkedni, a lén, az östvényt hívjuk a lénnek, ahol a játékosok jó szerint harcolnak, de a minionok csak ott harcolnak és csak ott haladnak. Tehát ezeken a ösvényeken mindig van egy-egy darab játékos, és a többiek pedig egy másik ösvényt néznek ki maguknak, és akkor úgy alakul ki általában az, hogy egy-egy három, vagy valami hasonló felállás az ösvényekre, hogy ki hány ember hova megy. Ez az egyik. A másik ugye a zsoldosok, akik az erdőben vannak, ők se adnak olyan sok XP-t, de azért, hogyha szépen gyűjtögeted őket, akkor nem lehet gond. Ugye a zsoldosok, bocsánat, belevágok a szabadba, ugye erdőbe, ők inkább sokkal jobban arra mennek rá, hogy egy adott lényt bepusoljanak, tehát vagy pontosan megtartsanak. Tehát ezeknek taktikai szerepük van, főleg mintsem, hogy XP szerzés. Hát azért így adnak kicsit, lényegében, ugye, csak így van, alakítani magát lényeg a harcot. Az, hogy merre, tehát ez így befolyásolhatóvá válik az, hogy éppen mondjuk adott lényre, ugye muszáj valakinek mennie, hogy ledefelje ugye azt a lényt, illetve hogy ne jussanak XP hátrányba, hogyha mondjuk bemegy egy fort, vagy akár a torony. Igen. Akkor ugye vannak a feladatból adódó XP gyűjtés. Például az előző pályán a tornyokat, ha valaki elfoglalta, és avval támadta meg az ellenség bázisát, akkor automatikusan gyűjtötte a tapasztalati pontot a csapata számára az a torony. Tehát hiába nem volt ott játékos a leomló torony közelében, az is ad tapasztalati pontot. Ugye, illetve az is ad valamennyi tapasztalati pontot, hogyha sikerül egy játékos kiütni teljes mértékben. Tehát körülbelül ezek azok a lehetőségek, ahol így lehet tapasztalatot gyűjteni, amivel erősíteni lehet ugye a karakterünket és a csapatunkat. És mint említettem, itt nem úgy van, mint a többi MOBA játékban, hogy a játékosok külön-külön gyűjtenek maguknak tapasztalati pontot, tehát hogyha van mondjuk valaki egy ilyen carry nevezetű kasztal, aki nagyon sokat sebez az alap támadásával, akkor az mondjuk, hogyha a játék elején elhúz, akkor a végén behozhatatlan előnyre tesz-e. Nem itt a csapat egyenlő erősségű, és ez a játék sokkal jobban koncentrál emiatt a csapatharcra, és mint látható volt, a feladatok azok felülírhatják azt, hogy XP-t kell gyűjteni az adott ösvényen. Tehát, hogyha jön egy feladat, akkor az fontosabb lehet, mint az az XP, amit ott az ösvényen össze lehet gyűjteni. Ez természetesen pályától függ, hogy mennyire fontos, de hogyha jól harcolnak a játékosok, akkor ezek a Sky Temple-ön például tornyok, tornyokkal anélkül lehet nyerni, hogy mondjuk bemenni az ellenség bázisára. Lényegében talán ezt láthattuk most a nem tudomtól is, mert nem nagyon mentek be, úgy fizikailag maximum a legvégén. Hát azért ott volt, tehát szépen játszottak, mert a két templom aktivitása közötti időben ugye azért pusolták folyamatosan a lényeket. Ki nem engedték a Surprise for You-t, tehát nem tudtak taktikailag hogy is mondjam, más pozíciót felvenni, mint védekezés. Így van, viszont ugye a nem tudom csapata nagyon szépen csinálta azt, hogy megint megosztották ugye az erejüket, és mindig volt valaki egy külön lényen, hogy ha megnézed, akkor ez már nem az első ilyen, hogy láthatunk tőlük ilyet, és nagyon sokszor ezt csinálják, hogy négyen lemennek, és úgy próbálják a hősöket is ugye összeválogatni, hogy négyen legalább legyenek annyira esélyesek, és életben maradásra is képes lehetőségük, mint hogyha öten lennének ugye az ellenfél csapatából. És közben meglett a pályánk, ami a következő mérkőzés lesz, az a Cursed Hollow, ami lényegében egy nagyon-nagyon-nagyon aranyos pálya, mert hatalmas, és nem is tudom, a fő lényege az, hogy akár az egész csapatot megmozgathatja a pálya másik oldalára, hogy összeszedjenek egy ilyen elátkozott koponyát, és hogyha ezt összeszedik, ebből hármat összeszed egy-egy csapat, akkor bizony
átok kerül a másik csapatra, így egy HP-ja lesz, vagyis egyetlen egy darab élete lesz az összes darab minionnak, ami érkezik, és a tornyok megszűnnek működni. Tehát lényegében az a csapat, akik összeszedett három darab ilyen csúnya koponyát, az abszolút fölénybe kerülhet a pályaúrolása szempontjából, hiszen senki nem tud, tehát nem tud az elátkozott csapat védekezni, és támadni meg főleg nem tud normálisan. Tehát nagyon fontos, hogy a játékosok szinkronban gyűjthetik ezeket a koponyákat. Tehát lehet az, hogy az egyik csapatnak van két darab koponyája, a másik csapatnak is van két darab koponyája, de a harmadikat nem szabad átadni a egyik csapatnak se a másiknak, mert ez eléggé csúnya dolgokat eredményezhet. És ami még érdekes a pályán, hogy még az előző Sky Temple-ön egyetlen egy darab boss volt, itt kettő is van. És mindegyik valamilyen szinten közelebb van az egyik másik csapathoz, és ez is egy nagyon érdekes taktikázásra ad lehetőséget. Például elátkozod az egyik csapatot, és megölöd a boss-t, hogy a te szolgálatodba álljon, akkor abszolút olyan fölénybe kerülhet a csapatod, amit percekig nem tud kiheverni a másik csapat. Tehát a lényeg az, hogy sokáig te tudod majd diktálni a tempót, hogyha te gyűjtötted össze a megfelelő mennyiségű koponyát, és még mondjuk a boss-t is. Ugye egy olyan pályáról beszélünk, ahol szűkök a helyek, ugye mind a jungle-be. Igen. És nehéz ahol elférni. A tribute érkezik, ugye, amiről te is beszéltél, és felkonferálta gyakorlatilag az egész pályát, illetve azokon való lehetőségeket. Ugye olyan helyekre érkeznek a tribute-ok többségileg, ahol igen-igen csak szűkösek a helyek. És itt most véletlenszerűen így van, teljesen. És azok a hősök itt szerintem sokkal nagyobb előnyt részesítenek így a játékosoknál, ugye, akik területbe tudnak sebezni. Uh-huh. És így könnyebb összpontosítani egy adott területre, és a területre való sebzést kiadni, és ezzel taktikai fölényhez jutni, mint mondjuk ugye azok a hősök ellenben, akik ugye másik hős támadják direktbe, akiknek abszolút csak is targetes, azaz célpontra ható képességeik, illetve sebzésük van. Közben, ha összegyűlik a két csapat, akkor utána kezdődhet majd a bannolási szakasz is. Egyelőre két darab, nem tudom, játékosra várunk, vagy nem? De itt össze vannak keverve, ha jól látom, a játékosok. Így van. Azt helyükre kell rakni, akkor mégiscsak a... Kettő Surprise for You játékost várjuk még ugye ebbe a lobbiba. És amint ez megvan, ugye a bannolást el is kezdhetik ennek a kis oldalnak a segítségével. És azt kell, hogy még elmondjam, hogy erre a mapra szerintem tökéletesen jó mondjuk Zeratul. Tehát nem tudom, hogy vagy vele, de szerintem erre a mapra már láttuk ugye nem tudom csapatát, és akkor Zeratult hozott, amivel gyakorlatilag ugye teamfightokat fogtak meg, igen, és fordítottak meg. Tehát és jó... itt a nem tudomnál láthatunk már olyan taktikát is, hogy Illidannal fent egyedül bezúzta a teljes felső ösvényt a játékos, és erre is nagyon oda kell figyelniük a Surprise for You-nál. Az előző játékban is láthattuk, hogy nagyon következetesen, nagyon ügyesen szedik össze az XP-ket, a tapasztalati pontokat, a nem tudom játékosai. Ezen a játékpályán pedig tényleg nagyon-nagyon fontos lesz ez, mert hatalmas pálya, és könnyű lemaradni nagy mennyiségű tapasztalati pontról. Azt se felejtjük el, hogy nem tudom csapatára, hogy visszamenőleg, mert szerintem ők többet játszottak legalábbis a bajnokságok alatt ezen a pályán, mint mondjuk a Surprise for You. De pont múltkor beszélgettünk erről, hogy elhoztak egy Illidant, aki a top lane-re kiállt egyedül, és mikor megjelentek úgymond ezek a tribute-ok, ezek az objektívák, ugye, amiket be kell szereznünk a csapatoknak. Az Illidan végig fönnmaradt top lane-en, és folyamatosan nem foglalkozott ezzel, szedte az XP-t, illetve pusolta a lane-t, és ezáltal be is sikerült neki törnie ugye magát a kaput, a két tornyot, illetve egy fortot, ami hatalmas mennyiségű XP. Pontosan. És gyakorlatilag nagyjából, mikor már be volt pusolva, mind a három fort jött és csatlakozott a harcokba, ugye a teamfightokba,
És akkor ugye, és azt vettük észre ugye a végső statisztikáknál, hogy ő volt az, aki igazán ugye a XP-t odarakta a csapatnak, és ott is, ha jól emlékszem, akkor legalább 3 vagy 4 szintes különbség volt ugye a két csapat között. Mind a, tehát a nem tudom, jó volt ára. Igen. Közben a Surprise for You nál úgy látom, hogy nagy a készülődés, és tényleg várjuk, hogy sikerüljön. A másik ugye a Surprise for You-ra egy visszamenőleg, te mit mondasz, az előző szerintem nem volt rossz team setup-uk, tehát szerintem jó erős hősöket választottak. Mi lehetett a hiba? Hol bukhatott el a csapat? Mi mentek el? Szerintem nagyon összeálltak és defenzíven álltak össze, tehát hogy nagyon úgy voltak egy helyen, hogy Nazibu többször több karaktert is elkapott. És az eléggé bosszantó, hogyha nem csak te ragadsz benne, hanem több másik társad is, és együtt nem tudtak kijutni egy olyan csapdából, ami még mondjuk sebez is, és ráadásul ezt a nem tudom, kegyetlenül ki is használta és rájuk támadott. Tehát szerintem egy kicsit szellősebben kéne mozogniuk, mert ez így egy abszolút olyan helyzetet teremt, hogy folyamatosan csapdába kerülnek. Ugye, hogyha belegondolsz ugye a te tapasztalatod alapján is, hogy ez kicsit ellenmondásos, mert nagyon sokszor az a hiba, hogy nem mozognak együtt a játékosok, és nem tudnak... Szerintem itt a nem tudomnál, itt nem szabad együtt mozogni, meg könyörtelenek. Tehát én azt vettem észre, hogy nem tudom, az mindig egy olyan setupot állít fel magának, hogy 4 játékos az könnyedén, vagy legalábbis taktikával meg tudjon nyerni egy 5v4-es harcot. És ezt olyan szempontból idézik elő, hogy az az egy ember, aki mindig lemarad, mindig ott marad valahol és pókolja az XP-t folyamatosan, annak a embernek hála ugye mindig szint különbséghez jutnak, szint előnyöz. És ha megnézzük, ugye a szinteknek nagyon nagy szerepük van egy csapatszintnek, plusz statisztika, több élet, nagyobb sebzés, és ez legyen akár basic attack vagy ability power, bármiről beszélünk. És hogyha megnézzük, hogy mondjuk itt is már 2-3 szinttel elmentek, és még mindig ment folyamatosan a pókolás egy ember részéről, ott is még meg tudták 4-en fogni 5-üket egy harcban, mert annyira el volt húzva statisztikailag a nem tudom csapata Surprise for You-hoz képest, hogy egyszerűen hiába vannak jó assassinok, hiába vannak jó DPS-ek náluk, vagy hiába jó a fókusz, nem tudtak egyszerűen mit csinálni velük. Igen, én szerintem az egyik legfőbb fegyvere a nem tudomnak az a... az a, ugye a szint előny, amit össze tudnak kaparni maguknak a játék elején. És ezzel a szint előnnyel utána nem foglalkoznak úgy különösebben, tehát nem arra mennek, hogy hú, akkor még mindig gyűjtsük az XP-t, nem, utána abból gyűjtik az XP-t, hogy már elmentek a másik csapattól, és inkább levadásszák őket. És akkor úgy szabadon mozoghatnak a pályán utána egy darabig, amíg vissza nem tér az ellenséges csapata. Csapat, és ezért nagyon veszélyes a nem tudomnak az a taktikája, hogy mindig tudnak XP-t gyűjteni az elején. És szerintem a Surprise for You-nak ezzel nagyon tisztába kell most már lenniük, hogy nem szabad hagyni azt, hogy ilyen szabadon XP előnyre tegyenek szert. Ez tényleg a legfontosabb, sajnos így alakul a játék, hogyha nem figyelnek a csapatok arra, hogy gyűjteni kell a tapasztalatot az elején, akkor a végére nehéz lesz ezt behozni. Ugye a 20-as szinttől már könnyebb visszakapcsolódni a játékba, de hogyha azt nem éred el, akkor, mint például az előbb se érték el ezt a Surprise for You-nál, akkor nem fognak tudni fordítani. A játékban amúgy a feladatokból adódóan bármikor lehet fordítani. Tehát lehet, hogy az, hogy 4 szinttel előtted jártak, egészen végig, de az utolsó pillanatban te utoléred esetleg szintekben az ellenséget, például a 20-as szinten, vagy a fölött egy kicsit, és meg tudod fordítani a teljes játékot. Hát én úgy vettem észre egyébként, hogyha többször hibázik a csapat teamfightok alatt, hogyha megvan egy 3 vagy 4 szintes előny, és tényleg sokszor hibáztok, és megnyernek egy-két teamfightot az ellenséges csapat, ugye akkor azzal már mindjárt vissza is hozzák saját magukat, és lehet, hogy olyan előnyhöz jutnak, amit meg már ti nem fogtok tudni visszaszerezni. De egyébként azért azt hozzá kell tenni, hogy ez a 3-4 szint különbség,
ez hatalmas nagy előnyt jelent bárkinek. Az hatalmas, egy szint is lehet nagy fölény, főleg ha talentről van szó, tehát képességről, de hogyha alapból három szint, az nagyon brutális, és nagyon nehéz visszahozni, behozni. Közben amúgy nem tudom, csapata készen áll. Már csak ugye a Surprise for You az, csapatára várunk. Ők is készen állnak, tehát most kezdődik a második meccs, és amennyiben a Surprise for You kikap, akkor az utolsó. Akkor második helyre csúsznak vissza, és így a bajnokság döntőjét megnyeri ugye a nem tudom csapata. Igen, de itt még egyelőre nem tartunk, tehát ha egy jó meccset szeretnétek látni, akkor mindenképp szurkoljatok a Surprise for You-nak most, hogy legyen egy harmadik izgalmas végső ütközet is. Így van, az utolsó leszámolás, ismételten és, ugye... És most tényleg mindenki pozitív energiákat a technikába, hogy minden összejöjjön és ne hulljon szét a rendszer. Ugye a Surprise for You már is bannolt az Eratót, akiről az előbb beszéltünk, hogy erre a mapra kiváló. Igen, és most... És gyakorlatilag ugyanazt látjuk, mint az előbb. Tudod, mi fog jönni? Megint lesz egy Muradina, nem tudom nál, lesz egy Nazibu, lesz egy Falstaff. Lehet, de az se vagy nem, de szerintem egyébként, igen. Hogy a Surprise for You fog hasonló setup-al próbálkozni, ami lehet, hogy a vesztüket fogják okozni. Meglátjuk, én a Johannát elvinném most a Surprise for You. Minden esetőség fennáll. Kérdés az, hogy itt a Johanna az mennyire jó, de azt mondják, nagyon jó, meg amúgy is jó, úgyhogy... Jaina-t viszik el, pedig az előbb se jött be annyira nekik. Viszont, hogyha nincs kelt, az akkor még mindig jó a Jaina, tehát ezt bárki aláírja. Igen, szerintem. Igen, nem tudták kihasználni. Tehát amit láthattunk, hogy mindig Jaina az elsők között hullott el, a Nazibu szépen becélozta, és hiába van egy nagyon jó sebzésű asszaszínunk, hogyha nem tud sebezni, mert halott. És ott van Johanna, nem tudom nál, ami megint csak megállíthatatlanná teszi őket, és ott lesz megint Muradin. Legalábbis szerintem ott lesz. Abatúr. Lehet, hogy próbálkoznak egy Abatúr Illidan kombóval? Ugye Abatúr az egyik legérdekesebb specialista a játékban, ugyanis ő fizikailag nem vesz részt a csatában, hanem egy-egy másik játékosra rácsatlakozik, és úgy erősíti őket. Akár adhat nekik életet, támadási sebességet, gyorsítást, hogy gyorsabban tudjanak futni, pajzsolt. Tehát egy nagyon sokrétű hős, ezen kívül képes csapdákat állítani, amik felderítése is jó, akkor képességei az R-képességével, vagy arra képes, hogy lemásolja az egyik csapattársát és annak tulajdonságait, és ő is részt vesz a csatába, vagy pedig létrehoz egy bizonyos lényt, ami segít neki a ösvényt ütni és bezúzni. Egy nagyon érdekes felállás tényleg, mert ugye az előzőben láthattuk, hogy a nem tudomnak elég volt az, hogy négyen harcoltak a elég. Csatában. Elég, viszont most azt nem engedhetik meg majd maguknak, hogy egy ember mindig egy adott lényen legyen. Ugye Abatúr személyében ez meg lehet, és tudja hozni az XP-t. Kíváncsi leszek tényleg, hogy milyen setup-a rukkolnak elő, ami mondjuk egy 4-5-be jó lesz nekik, illetve ugye Abatúr is csak igazán lane pusholni, csak ugye level 10-től tudok is pettyével, hogyha... Igen. És ami érdekes, ugye, hogy már kiválasztotta a Surprise for You a két darab karaktert, még Jaina mellé, Vallát és Muradint. Valla ugye egy olyan asszaszin, ami az alaptámadásaival is nagy sebzést tud vinni, és ráadásul van neki egy hatred nevezető képessége, amivel folyamatosan gyorsul mind a támadása, mind pedig a mozgása. Ez nagyon veszélyes, viszont nagyon könnyű elkapni, hogyha egy teljes csapat ráugrik. Tehát nagyon oda kell figyelnie Vallának, hogy biztos távolságból ossza az igét. A nem tudomnak, illetve ott van Muradin, aki az előbb ugye a nem tudomnál volt, és a nem tudom kiválasztotta magának Falstaffot ismét, és elvitték Utert. Ott lesz egy Illidan? Nem tudomnál ott lesz egy Illidan? Nem hiszem. Nem hiszed? Hiszem. Uther, Divine Shield és Abatúrnak a még ugye, gyorsításai. Még ugye ő lehet az, akit hoznak. Igen, az is lehetséges. A Surprise for You részéről viszont én a
XP gyűjtésre nagyon rámennék, erre pedig a Lost Vikingek a legjobbak. Én nagyon-nagyon számítok rá, hogy hoznak egyet, mert ha nem, akkor megint az lesz, hogy a nem tudom csapata behozhatatlan előnyre tesz szert. A Lost Viking ugye egy nagyon érdekes karakter, mert három darab különböző játékos karakterből áll, amit egy játékos irányít, és teljesen külön tudja irányítani őket a pályán, akár fönt, középen és lent is lehet egy, és ezzel biztos XP gyűjtést lehet kihozni a dologból. Nem tudom, hogy a Surprise for You megmeri el lépni, ugyanis a Lost Vikingnek az egyik hátránya, hogy a hősökre nem túl jó a sebzése, ellenben viszont nagyon jó ösvényt tolni velük, és elvitték Nazibút, hogy nehogy a nem tudomnál legyen. De valószínűleg azért, mert látták, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Én legalábbis így gondolom, a nem tudom csapata pedig majd a utolsó Surprise pickre fog valamit kitalálni. Kérdés az, hogy ugye most már csak ugye a support szerepe az, ami játszik náluk. Milyen olyan esetőségek vannak, ami jó nekik. Nem milyen tudom, nem tudom ez a... elpikkelni. Egyelőre lehet, egy kicsit... most nagyon gondolkodnak, hogy mi lesz az, ez sorsdöntő választás lehet a Surprise részéről. Malfurion-t elvitték. Malfurion, Nazibu a kettő együtt nagyon brutális kombó tud lenni. És lényegében most három darab olyan karaktert is elvittek, amit az előbb a nem tudom használt. Tehát egy kicsit azért próbálnak úgy építeni a Surprise-nál, hogy a nem tudomnak a adóvászait elvenni. Kérdés, hogy annyira tudnak-e velük játszani? Na most igazából két olyan assassin karakter, és Butcher. Butcher! Ott van Butcher! Illidan mellett ugye Butcher volt a másik tippünk, amit még elhozhattak a Uther és a Abbatur mellé. Ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes összeállítás, lényegében a teljes csapat Butcher köré fog épülni, ami tényleg eszméletlen lesz. Butcher ugye egy olyan karakter, ami alapvetően könnyen meghal. Tehát ha sikerülne a Surprise for You-nak ki választania magának Butchert, akkor elég könnyedén megpusztulna. Viszont ott van nekik Uther, aki tehát a nem tudom, nál ott van Uther, aki pajzsot tud rakni Butcherre, és így Butcher halhatatlan lesz egy darabig. Majd ott van Abatur is, aki tudja támogatni Butchert a támadásban. Ugye Butcher egy közelharci karakter, hogyha üt egyet, akkor nő az élete is ráadásul. Tehát a lényeg az, hogy közel oda rohan a célpontra, hopp, valaki kiesett, közel oda rohan a célpontra, üt bele párat, és aztán utána visszatöltődik az élete, amennyi lemen. Alapvetően ez egy az egy elemben abszolút győzelem, de ha már egy kicsit többen vannak a célpontoknál, akkor Butcher könnyen hal, mint említettem, és ezért van tényleg ott Abatur meg Uther, ami tényleg megállíthatatlanná teheti nagyon hosszú időre ezt a karaktert. Ugye ez a legújabb karakter a játékban, nagyon sokan túlerősnek gondolják. Igen, ugye? Szerintem csapattól függ, hogy mennyire erős és mennyire gyenge, ugyanis hogyha most a Surprise for You jól játszik, és tényleg kinézi magának Butchert először, ahogy kell, és tényleg el tudja pusztítani, mielőtt még bármilyen segítséget kapna a nem tudom részéről, ha ezt tényleg meg tudják csinálni, akkor viszont a nem tudom csapata könnyen eleshet. Tehát ez egy kockázatos taktika most a nem tudom részéről, de nagyon nyerő is lehet, ha jól használják. Priusnak akadtak egy kis kapcsolódási problémái, ahogy én elnézem. Hát, szerintem miért ne akadnának, nem? Közben orvosolják valahogy itt a srácok. Mindig kell lennie. Azt azért mondjuk el, hogyha esetleg is ugye Butchert kiveszik a játék alól, ha esetleg sikerül is. Ugye, fáztat kevés lesz. De még mindig ott van. És lehet, hogy az a sebzés, amit ki tud majd osztani Butcher, annak már elégnek kell lennie ahhoz, hogy mondjuk egy fáztat ultival, vagy bármilyen ilyesmivel meg fogják tudni ugye a Surprise for You csapatát, de ne legyen igaz, amin azt mondom,
ugye mégiscsak ott van Malfurion, aki, akinek nagyon jó híje van, akkor ott van ugye Valla Jaina. Be tudod hozni a Surprise for You-nak a választását? Itt, hát, ha megnézzük, akkor ott van nekünk Nazibu, Malfurion és Muradin, akik jók lehetnek Butcher ellen például, és nem véletlenül hozták valószínűleg utoljára Malfurion-t. És ugye azt se hogy hagyjuk Butcher figyelmen kívül, ugye, hogy Nazibu a kis zombi faljaival ugye el tudja zárni az adott jungle-ben mondjuk két rész között az átjárást. Pontosan. És ezzel befolyásolja a csata kimenetelét, akár el is zárhatja az egyik csapatot a másiktól. Így könnyebbé válik maga ugye a tribute-nak az elhozása, vagy bármi más. Ugye ott van Muradin, aki szintén ugye nagyon jó, mert stunol, CC-zik. Malfurionnak ott van a hatalmas nagy rútja. Igen. Hát hatalmas nagy területen be tud rútolni. Tehát ez az a képesség, amivel ugye megállítja az ellenségnek a mozgását, sőt még sebez is. Tehát egy ilyen élőföldszerű dolgot rak le, amivel ha belemegy a játékos, akkor ott ragad egy bizonyos ideig. És ez elég hosszú a idő, pont elég arra, hogy például egy játékos szana szétszedjenek. Közben még annyit megmondanék, ugye, hogy Valla, hogyha mondjuk Rain of Vengeance ultit hoz, akkor azzal is hatalmas nagy károkat tud okozni, hogyha igen, mondjuk egy szűk szorosba felgyülemlik ugye az ellenséges csapat, és ott tud lenni, ugye Prius még mindig nincs kapcsolatban, nincsen itt velünk, úgyhogy lassan-lassan csak megcsinálják most már a gépet, és vissza tud kapcsolódni hozzánk, illetve el tudjuk kezdeni a játékot. És ugye most nincsen rejtett karakter a játékban. A Surprise for You valahogy elhozott volna egyet, akkor a nem tudomnál Abatur jó célpont lehetett volna, és nem tudott volna a nem tudom csapata úgy XP-t gyűjteni, ahogy szeretett volna. Ugyanis Abatúrral mindig a fal mögött lesz valahol majd, vagy valami vagy nagyon rejtett helyen. Nagyon sokszor használják azt, ugye, hogyha mondjuk egy adott lény üres sokáig, és nem kap nagyobb figyelmet, tehát mondjuk ezt mondjuk midgame-re mondom, amikor már sokkal jobban inkább ugye a csapatok együtt mozognak, akkor van az, hogy a Abatúr annak érdekében, hogy meggyorsítsa magát ugye a pusht, a lényt, vagy bármit mondjuk pókolja az XP-t, ugye különböző bokrokba bebújik, és akkor onnan szupportálja mind ugye adott lényt, vagy esetleg ugye a csapattársakat. Igen. Egy olyan helyen, ahol biztos az, hogy ne találják meg. Ez például akkor is ugye jól jöhet, hogyha már nincsen fort, nincsen torony, de még mindig el tud valahova bújni. Igen. A Avatar egy nagyon-nagyon kis taktikás hős, ugye nagyon sokan, főleg amikor még nem ismerik a játékot, akkor nagyon lenézik, hogy hú, hát négyen vagyunk a csapatban, és akkor van egy ötödik, aki AFK, nem csinál semmit a bázison. Aztán Abatur meg tudja nyerni a meccset, hogyha a csapat is olyan. Közben itt tényleg egymás után pusztulnak, azt írják a játékosok. Ha így van, úgyhogy vissza is technika. Megyünk addig a pikkelés képernyőjére. Ugye, ha megnézed, akkor az lesz itt a hatalmas nagy érvágás szerintem a Surprise for You-nak a nem tudom csapat részéről, hogy ott van Joanna, aki ugye össze tudja őket húzni. Igen. Ugye ott van Uther-nek. Én elhoztam volna Joannát a Surprise for You helyében, mert láttam, hogy mire képesek vele, de folytatjuk ott. Ugye ott van Uther is, ugye, aki nem csak Stunol Heal-el, illetve tisztul akár Divine Shield-et is adhat, mondjuk Butchernek. Igen, igen. Hogyha szüksége lesz rá. És onnantól kezdve ugye Butcherről azt kell tudni, hogy hatalmas nagy ugye a basic atak sebzése. Igen, és gyorsan odarohan a célponthoz is. Tehát van egy olyan képessége, amivel megállíthatatlanul, sebezhetetlenül odarohan ahhoz, akit kinéz magának. Ugye nem csak az, hogy slow-ol, hanem ugye stun-ol is. Igen. Illetve ugye hatalmas nagy területet ugye rövid időn belül ugye a charge-ával meg tud tenni. Igen. Ugye, és akkor mi nem is beszéltünk ugye Falstadról, aki ezen a pályán megint csak nagyon hasznos, ugyanis A-ból B-be könnyen el tud repülni. Kiválaszt magának egy új területet, ahova menni akar, és akkor oda repül. Így van. Megnézzük, hogy hogy állnak a csapatok, hogy ele fogjuk-e tudni kezdeni. Én is írok nekik, hogy állnak, esetleg tudnak-e valamit. Oldani,
aztán majd meglátjuk közbe-közbe. Igen. Itt annyit én megteszek, ne haragudjál. Csinálunk egy ilyet. Így van. És akkor... Közben már Joy 0, úgyhogy lassan-lassan... Kiesett játékos. Remélhetőleg most már tényleg bennmarad. El fogjuk tudni kezdeni a mérkőzést. Ugye egy gyors választás kell már, és aztán már tényleg csak az indulás lenne hátra, hogy menjen a mérkőzés. Meg lesz. Itt van. Megvan. Nagyon jó, akkor indítjuk is a pikkelést. Reméljük, ugye, hogy... Most már meglátjuk azt, hogy ugye melyik hős, melyik játékos játszik vele. Remélem nem felejtették el, mert már elég rég volt. Ó, Boros jön Nazibúval is. És ott van egy úterünk is. Így van, ugye Halilali Papi Jaina. Fana Abatúrral, Tomzi pedig ugye Butchert hozza. Még a másik oldalról Takeshō fog Vallával játszani, még Ranzor ugye Muradint hozza el nekünk. Nasser Johanna, és ugye Conti fogja akkor Falstallot játszani. Prius ugye meg akkor Malfurion-t értelemszerűen, kizárásos alapon. Meg is történt. Meg is történik, és tényleg kíváncsi leszek, hogy itt most milyen taktikát fognak használni a nem tudom csapata, illetve ugye a Surprise for You, mivel fogja tudni őket counterelni. Kíváncsi leszek tényleg, mert ha az a Butcher megindul és nem figyel, nem vonul vissza, akkor a Surprise for You, amikor vissza kell vonulni, akkor ott semmi nem marad belőlük. Ismét Butcher lemészárol mindenkit, és akkor onnastól vége lesz annak a csatának, és folyamatosan az egész háborúnak. Én itt abba látok rációt egyébként, hogy egyenként levadásszák még a legeslegelején, tehát roamingolni fognak a csapattal. Én taktikáznék a helyükben, hogy így kikényszeríteni egy Divine Shield-et, kikényszeríteni valami, aztán lelépni gyorsan, csak az és utána vissza. Ugye ez az a baj, ugye, hogy ha mondjuk kikényszerítenek egy Divine Shield-et, ami mondjuk Butcherre érkezik, akkor mindjárt tud egy charge-ot nyomni, amivel ugye vissza tudja azt a távolságot szerezni. Igen, de remélhetőleg mondjuk Nazibút ki tudják használni, hogy útját állja Butchernek. Tehát az azért nagy előny lehet. Ugye gyorsan majd egy pillanatra mutass be a pályát, így hogy hol lesznek a bosszok, meg hol lesznek a fontos elemei a pályának. Ugye van nekünk ugye a kezdő, a másik oldalt a másik kezdő, itt vannak látótornyok a térképen, itt van a másik torony, lent, jobbra, bal, fent, illetve innen kezdődik majd a boss, innen fog indulni az egyik boss, innen indul majd a másik, az egyik zsoldos sereg, az erősebb zsoldos sereg, és ez tükrözve van a másik oldalra lentre, ahol szintén ugyanazt láthatjuk. És lesz még itt egy kisebb siege camp, amit el lehet hozni, illetve ez a másik oldalról van. Tükörbe. És random időközönként a pálya közepén, véletlenszerű helyeken megjelennek az elátkozott koponyák. Abatúr középre igyekezetlen Assert támogatni a kis élőlényeivel. Ugye locustokat használ Abatúr, amik passzívan folyamatosan jönnek ki belőle, ez segít abban, hogy betoljanak egy-egy ösvényt, és amit láthatunk, Butcher van fönt, ez lehet, hogy hasonló a múltkori Illidános taktikájukhoz, majd meglátjuk, amit meséltünk, hogy fönt harcolt egyedül Illidán végig. Középen Jaina és Johanna egymással barátkozik, ugye magára rakta a pajzsot, Johanna ilyenkor, Jaina nem tudja rendesen sebezni, és amint látunk, elég sok manát elhasznált Jaina erre a kis támadás visszaszorítására. Igen, azért azt tudni kell, hogy a Jaináról, hogy nagyon gyorsan fogy a manája. Igen, az előző meccsben viszont láthattuk, hogy azt rakták ki neki, hogy visszatöltődjön a mana, hogyha egy már lehűtött játékos megtámad. És közben ugye nagyon jól haladnak elől, így van, vagy nagyon, lent. Nagyon szépen csinálják, folyamatosan amúzzák ki igazából a tornyokat.
Tehát ugye van egy lőszer, egy adott lőszer mennyiség, amivel rendelkeznek a tornyok, és azokat ürítik most folyamatosan kifelé. Olyan jó szempontból taktika, ugye, hogy nem fog sebezni utána a torony. Igen, és hát most lente vannak hárman, és itt van az, hogy emberelőnyben vannak jelenleg a Surprise for Junál, ugyanis Avatur passzívan van hátul a bázison, mert most egy kicsit talán kijebb jött, és folyamatosan vissza kell vonulniuk lent. A nem tudom, melyiknak, bár Borosnak elég kevés volt az élete, Takeshó is visszavonul egy picit, és lehet, hogy teljesen haza mennek, nem? Takeshó feltölti magát illetve ugye élettel, Konti is. És manával. Téksó pedig ugye ivott a kútból, és marad len. Falszad érkezik mindjárt ebbe a pillanatban vissza, és azt nézem, hogy Toplane nagyon bucsán, nagyon tolja a topot. Brutális, brutális. Szerintem Muradin nem bír vele. Avatúrral együtt. És az a poén az egészben, hogy ugye Muradinnak bírnia kéne ezeket a támadásokat, és nem bírja. Tehát nem tud mit kezdeni Butcherrel szemben, amit mondtunk, hogy egy az egy elleni a csatában Butcher szinte biztos, hogy fölé kerül a másik játékosnak, és meg is jelent az első kis szellem koponya, amit az hogyha... Az első tribute. Ha sikerül elfoglalni az egyik csapatnak, az akár kis hát fellélegzési előnyt adhat nekik, és nézd meg, Butcher lefelé tart! Butcher lefelé tart, tehát most úgy érzik, hogy eléggé betörtek fent, hogy megérje lejönni, és Muradin pedig fent marad, megjön Butcher, kérdés az, hogy elkapják-e Malfurion-t, de nem, és nem tud mit csinálni, nem tud mit csinálni a Surprise for You, nem tudja megállítani a gyűjtést, és megszerezte nem tudom az első tribútot. Már most látszik egyébként az is, hogy megint a nem tudom kezd elhúzni XP-be. Holott ugye még killekről sem beszélhetünk, csak ugye a pókolásokról oda-vissza. Viszont zseniális, ahogy egyébként pókolják az XP-t folyamatosan. Igen. A karakterekkel, itt a hősökkel. Folyamatosan ott vannak gyakorlatilag mindenhol, és be tudják úgy osztani egymást, hogy mindig legyen olyan karakter, ugye, aki képes egyedül is elhozni mondjuk egy kempet. Igen. Ami viszont egy kicsit szomorú nekem, hogy nem használták ki a vikingeket, hogy nem hozták a Surprise for You-nál. Tehát nagyon oda kell figyelniük az XP-re, különben úgy járnak, mint az előbb, és esélyük se lesz. Most Conti és Takeshó harcol egymással. Eközben ugye hátulról érkezik Butcher. Butcher! Kis... Ott van, megtámadta! Nazibút, és szét is szedte. És esélytelen volt. Egyelőre 1-0 az állás a nem tudom javára. És Halilali papi egy kicsit megállította Johannát. Muradin már ott van. Így is ugye a kemp azért hatalmas nagy károkat tud okozni. És megérkezett Fastad is, oda repkedett. Figyelmen kívül hagyják, eközben ugye a harc meg elkezdődik a második tribute-ért. És nézd, mennyivel több nem tudom játékos volt itt időben. Elkapták Jaina-t ismét, megint, ahogyan az előbb is. Az előző mérkőzésben is. És most nem foglalkoznak a tribúttal túlságosan, hanem inkább tolják befelé közepet, ez rengeteg XP-t jelent nekik. Egy-egy torony 400 darab XP. És már is mennek egy szinttel, ismét. Az előbb egy kicsit behozták a nem tudomot a Surprise for You-nál, de most megint probléma van. És nézzétek meg, hogy ugye Butcher megint ugye Malfurion mögé próbál kerülni, és sikerül is. És szerintem ez a Malfurion halálába fog kerülni. Esélytelen volt. Nem kímélnek senkit. Egy pillanat alatt fogták magukat, és nem nézekedték tovább azt, hogy hú de szét torony, hogy ledőlt, meg minden, hanem elindultak lefelé, és elkapták Malfurion-t, aki nem figyelt. Én azt veszem észre egyébként így a csapatoknál, hogy valahogy megakad a kommunikáció. Tehát itt is, hogyha mondjuk időben szóltak volna, hogy Butcher, illetve Uther eltűnt midről, és mondjuk a lent irányba, akkor lehet, hogy még időben el tudott volna onnan jönni Malfurion. És őszinte biztosra veszem. És már megvan az R képessége a nem tudomnak. És nem tudom, hogy hogyan tudnák ezt kivédeni most a Surprise for You-nál. Ott van Abatur, megérkezett. A kis állatkájával.
Ugye ez akármeddig itt marad a csatatéren, viszont hogyha meghal, akkor több idő még újra terem, illetve úgy tudja gyógyítani magát, hogyha meghalnak mellette a kis ellenséges minionok. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a kis cuccot megtartsa, és meg is volt az átkozás. Semmit nem tudtak gyűjteni a Surprise for You csapata. A nem tudom, elszedte az összes tribútot, ami eddig megjelent. Most tényleg úgy esett el Jane, ahogy lényegében csuklani se volt ideje. És most nem támadnak a tornyok, tehát lényegében szabad útja van a nem tudomnak. Most ott van Takeshō, megérkezett, és nem tudnak annyit sebezni. Johannát támadják, aki viszont szinte halhatatlan karakter. Majd, hogy nem, azért. Tehát olvastam fórumon, hogy hogyan lehet counterelni Johannát, és azt írták úgy, ha nem támadod. Tehát, hogyha nem foglalkozol vele, akkor lehet esélyed ellene győzni, ugyanis szinte legyőzhetetlen, ki kell szedni minden más játékos körülötte, és csak utána lehet vele foglalkozni, mert úgyis elmenekül, vagy úgyis törbe csal. A hatalmas genkre, vagy legalábbis egy teamharcra készül ugye most a nem tudom csapata, Tomzival az élen, ugye, aki mindjárt rá is charge-ol Malfurionra, és el is tudja az ultiát. Megint Malfurion-t kapják el! Malfurionnak sikerül most gyógyítani a csapatát, Johannak viszont megállítja a Takeshót. És szépen counterelték egyébként Butcher ultiát, hogyha észrevetted. Ha az bemegy, akkor az Malfurion halálát okozta volna. Szóval most lehet, hogy azért 10-es szint fölött valamit tud kezdeni a helyzettel. Egyelőre nagy a hátrány, ugye, hanem a Surprise for You oldalon ugye 3 fort most már bement, és gyakorlatilag most már lassan nyitott oldal lesz, és akár a Keep-re is rá tud menni ugye a nem tudom csapata, és el is hozzák a boss-t, amit szinte kötelezően le kell defelni, hogyha nem akarják, hogy Keep-ig bemenjem. Igen, ez most külön szomorú a Surprise for You-nak. Malfurioni igyekszik föl. És nézd csak, hova tartanak? A térképen? A másik boss. A másik bossra. És ráadásul úgy néz ki, hogy elég lesz Uther és Butcher. Közben már nem védekezik a Surprise for You. Szerintem ez kötelező ugye lelefelni, ahogy mondottam is. Ugye míg fönn nagyon gyorsan hozzák el ugye a másik boss-t, ami meg ugye a másik oldalról fogja őket nyomás alatt tartani. És azzal is, így is ugye ide csalva őket, és gyakorlatilag egy adott lényre koncentrálva az enemy teamet, hogy defeljék le a hős, a boss. Sokan Pulitzer camp, amit még megszereznek. És elközben ugye folyamatosan hozzák kell a campeket. Igen, amit mondtam, hogy ilyenkor már könnyű viszont uralni az egész pályát, hiszen mindig a bosszal diktálnak tempót, a nem tudom játékosok, és ilyenkor már ők hoznak el azt, amit szeretnének. Gyakorlatilag igazából végig dominálják a mappot, illetve kontrollálják, ahogy te is mondtad. Be is mentek, ugye most már a két torony, illetve ugye a kapu is ledőlt, és most már el is kezdték ugye DPS-elni a Keep-et, ami hogyha bemegy, az egy hatalmas nagy érvágás négy lesz. 4 szint előny. Most jelenleg 3-4 szint, 4 szint előny. Kegyetlenül sok. Eközben ugye meg Abatur fönt a bosszal egyetemben DPS-eli a fenti képet. Itt gyakorlatilag több oldalról nyomás alatt, illetve támadás alatt tartják a Surprise for You csapatát. És most egy kicsit visszavonulnak. Egy újabb taktikai megbeszélésre. Hány perc míg az első boss visszatér? 2 perc 45 másodperc. A másik boss ugye meg nemrég hozták el. Ez még sok idő, szerintem addig a csapatok még nagyon-nagyon sok mindent fognak tudni tenni azzal, hogy erősítsék a pozíciókat. És most ott van a egyik kép nagyon kevés élete, az beütik. Ugye mind a fős oldalinak is már több, mint a felét, illetve alul is már majdnem csak a egy negyed élete van meg a képnek. Ami nagyon-nagyon veszélyes helyzet.
Most négyen vannak középen a Surprise for You-nál. Azt se felejtjük el, ugye, hogy most már 16-13, ugye a csapatoknak a szintje, így három szintes különbség van a két csapat között. Ha nem tudom, javára, ez azt is jelenti, ugye, hogy egy talenttel előrébb járnak, mint a Surprise for You tagjai. És úgy látom, hogy csapdát készítenek elő a Surprise for You-nak, és sikerül is Jane-át kifókuszálnia Butchernek, neki is megy, ugye az ultia betalált, négy játékos kapott el az ultia, Malfurion Nazibu bukkant el, Valla se tud menekülni. Hala elesik, Nazibu is elfog, Muradin is elfog, és ki nincs ott, Jaina is ott van, akkor ő is elfog. Tehát megint egyszerűen a nem tudom, úgy diktálja a tempót, ahogy amit nem bír követni, se szemmel, se képességgel. 30 másodperc Johanna hozza a tribútot, ez alatt az idő alatt pedig be fogják nyomni mind a két képet. DPS-ük megvan rá, a korra szerintem már nem fognak rámenni. Hát én szerintem bepróbálják. Tehát lényegében úgy értem, hogy teljesen mindegy, kor fölött, alatt vagy mellett, vagy attól távol harcol, most jelenleg a nem tudom, ők viszik a csatát. Ha most itt kiütik őket, nem. Lehet, hogy tényleg igazad van és visszavonulnak. Hát egy nézzek, inkább a biztosra megy szerintem most a nem tudom csapata. Ebből kifolyólag is gondoltam azt, ugye, hogy inkább visszamennek Kempet hozni, vagy Siege Kempet. És ezzel is ugye nyomás alatt tartva őket, ugye most már két lényre érkeznek ugye a katapultok. Azok a minionok ugye, amik nagyobb kárt tudnak okozni ugye a struktúrákba. Le fog menni a kapu, és Butcher be fog ugrani valakire, szerintem Jaina-ra. Mindjárt kiderül, hogy mi lesz. Nem, inkább visszavonulnak és most mennek a bossra? Mikor érkezik? Most fog, nem sokára. Igazából még 10 másodperc van a bossig. De lehet, hogy csapdát állnak. Vagy előbb még a Bruiser Campet hozzák el. Ez viszont akkor jelezni fogja Surprise for You-nak, hogy hol vannak. Többen. Most is azt látható, hogy igazából, hogy folyamatos campek elhozásával kontrollálják ugye a mapot. Cursed Hollow mapot, ugye a nem tudom csapat a Tomziék. És gyakorlatilag totális fölényük van most már, négyszintes a különbség két csapat oldaláról. Tehát innen gyakorlatilag már szinte mondhatom azt, hogy lehetetlen visszahozni. Zseniális, amit a XP-vel művelnek, a tapasztalattal, tapasztalati pontokkal a játékokban. El is indult ugye a boss, és meg is próbálják szerintem tartani, és szerintem azt tervezik, hogy a bosszal fognak bemenni kórig. Ez egy elég jó taktika, ugye az átok is lehet. Most már. Még 21 másodpercig tart, tehát ilyenkor nem támadnak vissza az építmények. Egyszerűen most is Valla is elnyomott egy olyan képességet, amit senkit nem talált el. És megint ugye négy játékosba sikerült ugye a Butcher ultit beletolni. Lehet, hogy Butcher elesik, legalább valakit szedjenek ki. Ne úgy legyen, mint az előbb, és ott van Johannát támadták. Johannát támadták, és most néznek ki fog elesni. A nem tudom csapat? Tomzi nagyon kevés életre elfogja, Uther Butcher is pukkant, és még ott van Conti 3v1-ben. Baros se bírta, Conti! Conti jön Johanna hátul támogatni, elugrik Conti. Johanna érkezik föl támogatva a Tékszt, és mind a kettőket ugye felé lett ugye Uther. Közben amúgy is beütötte volna Abatúr. Így van, és Abatúr elkezdve ugye a kort végig sebezte a bosszal. És ezzel így ugye a mondókon döntőjét megnyerte a nem tudom csapata. Igen, gratulálunk így nekik. Ők lettek az elsők, egy hatalmas nagy tapsot nekik. Három szinttel, 15 perc, 21 másodperc alatt hozták, amit hozni kellett. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy early game-ben szoros mérkőzések voltak. Tehát azért early game-ben még így a level 10-ig igen, azért az elmenti. Az XP, az a fegyver, ott van a nem tudom kezében az XP, az nagyon brutális. Nézhetünk egy kis kegyetlen statisztikát még így a végére, ugye, hogy Falstad 32.230 damage-et tolt ki összesen, ugye még Butcherre 22.000-et sikerült. De még így is ugye Valla volt az, aki a legtöbbet sebezte. Igen, mindennel próbálkozott, de hát ez kevés volt. Tehát azért látszik, hogy próbálkoztak, tényleg benne voltak mindenben, de sajnos ugye azokat a döntő harcokat nem tudták megnyerni, ami kellett volna nekik. És ez így, illetve a szint előny az, ami igazából ugye a nyeréshez
juttatta a nem tudom csapatát, de szerintem a Surprise for You csapata is nagyon jó szerepel. És most már azért úgy látom, hogy már gyülekeznek, és át is adnám a szót